Köszöntelek Tanzánia szívéből, a Serengeti Nemzeti Parkból, illetve a Serengeti Nemzeti Park szívéből is. Mellesleg 5934 kilométerre Vásárhelytől. Tanzánia amúgy Magyarországnál több mint 10-szer nagyobb ország, kelet-afrikai óceáni partvidékén van. Az ország két szövetségi állama egykor brit mandátumterület volt. Tanganyika 1961-ben nyerte el a függetlenségét, és 1964-ben egyesült Zanzibárra. A világ egyik legszebb és leggazdagabb szabadtéri állatkertje a Serengeti Nemzeti Park. A világ 7 csodája közé tartozik. Akik viszont ide indultok, tudnotok kell, hogy nagyon nagy valószínűséggel az út rázós lesz, poros, és a legnagyobb valószínűsége az, hogy nem lesz az autóban légkondi. Nem biztos, hogy nem sátorba fogtok lakni, és igenis vannak gyíkok, vannak szúnyogok, vannak pókok, és megtörténhet, hogy mellettetek fog elvonulni egy elefánt sereg, vagy éppen a zsiráfok ott fognak kajálni. Kisura Camp, Serengeti. Egy érdekes hely, nagyon közel az állatokhoz. Mit jelent nagyon közel? Pár méterre tőlünk elefántok, illetve zsiráfok sétálgattak. Nyilván ez nem veszélyes, viszont azt is el kell mondjam, hogy a luxust azt otthon kell hagyni. Villany van generátorról, meleg víz is van. De amit tudnotok kell, igazából hosszú út után, és egy rázós hosszú út után, és nagy meleg után, első benyomás ez nem lesz. Ennek ellenére itt van vagy 10 ilyen sátorszerű, vannak 3-as, van szingel, illetve van 2-es felállású szoba is. Ha bent szeretnél lenni a Nemzeti Park szívében, akkor valószínűleg, hogy meg kell azt is emlézni, hogy egy ilyen típusú táborhelyen sátorba leszel elszállásodva.